Hello mindenkinek! Mint mindig a mai videóban is véleményeket fogok elmondani termékekről, amiket az utóbbi időben, az utóbbi hetekben teszteltem. Meg elmondok ugye összetevőket, milyen bőrtípusnak ajánlom, kiknek ajánlom, miért ajánlom, vagy miért nem ajánlom. Úgyhogy aki szeretné a mai videót is megnézni, és új termékekkel megismerkedni, azt tartson velem. Először kezdem az arclemosóval. Ez az arclemosó, ez egy felhabzó arclemosó, de úgymond pórustisztító, mélytisztító arcmaszkként is használható, mivel ez gélállagú, amikor kinyomod, de ha eldolgoztad az arcon és felhagyod kb. Egy percig, akkor felhabzik, habos, nagy-nagy habos állagot vesz fel, amit szintén utána bedolgozol a bőrbe, vagy eldolgozod az arcbőrön, és bővízzel leöblíted. Nem szeretem személy szerint a habzós, nagyon mélytisztítós dolgokat, amik erőteljesen a jó olajokat is, és nem gyengéden vagy alacsony pH-val tisztítják az arcot, valamint azt sem szeretem, ha tudjátok, szulfátot tartalmaznak, ami ugye a habzosítás végül is. El fogom-e használni? Szerintem hazaviszem Magyarországra, és akkor otthon mindig lesz egy éppen arctisztítóm. Nekem mondom sok, és őszintén szóval nem is nagyon tudok, mert most olajos bőrre is tudok jobbat. Tehát ez az a termék, amiben összetevők, meg tök mindegy, hogy mik vannak, mert mondom, ez a habzosítós dolog nekem abszolút nem fekszik. Ezért nem ajánlanám miteszeres, pattanásos bőr, olajos bőrűeknek sem. Beteszek egyébként egy videót, poén volt kipróbálni, meg használni, de mondom, szárazabb a bőröm érzete, miután használtam. Tehát ez személy szerint nekem se nem újravevő, se nem az, hogy hú, mondanám nektek, hogy szerezzétek be. Következő termék viszont ennek teljesen ellentéte, ugyanis imádom. Tudjátok, hogy én évek óta 2%-os szalicilsavas nem is tonikot, hanem ugye kezelést használtam, tehát likvideket. Na most azok leginkább ugye mindig első lépésben a bőrápolásnál arclemosás után léptek rutinba, vagy életbe, tehát először kell őket mindig felvinni, ahhoz, hogy ténylegesen maximálisan hassanak. Ez ugyanis nagyon jó, hát már mondtam nektek többször, mire jó a szalicilsav, ugye az a pórusok falát is hámlasztja és tisztítja, ezért nagyon jó miteszerek, pattanások, és ugye a pórus összehúzás szempontjából is, mert ha tiszta az a pórus, akkor nincs az a sok szennyeződés, meg telítődés, hogy kitágítsa azt a pórust, úgyhogy összép tud húzódni.
Tehát a szalicilsavat mindig ajánlom, viszont már nagyon régóta érzékenyebb a bőröm, vízhiányos, szárazabb érzetű, úgyhogy már nagyon régóta filóztam azon, hogy túl erős nekem ez a 2% szalicilsav likvid, még úgy is, hogy már csak hetente egyszer, két hetente egyszer használtam, úgyhogy úgy döntöttem, hogy le fogom cserélni. És én már szemeztem ezzel a tonikkal, mert én ezt régen használtam, de akkor még pumpás kiszerelésben volt. A Benton már megváltoztatta egyrészt, újra felhasználható rajta, most már minden, ha eltávolítod ezt a papírt, ez is újra használható. Úgyhogy úgy döntöttem már amúgy is, hogy ezt meg fogom venni, de végül a Yesstyle küldte ezeket a termékeket, hogy tesztelném-e, és próbáljam ki őket, és mikor megláttam, hogy ez köztük van, mondom, de jó, mert már be volt téve kosárba, hogy meg akartam venni, lecserélni a másikat, úgyhogy már nem is használom, már jó pár hete a másikat. És ezt többször is tudom használni, ez ugyanis nem kezelés, hanem tonik, amiben 0,5% szalicilsav található. Tehát ez gyengédebb, hidratálóbb. 80% aloe vera levél kivonatot tartalmaz, tehát nagyon jól hidratál, bőrnyugtató pirososságot visz le, amit nagyon-nagyon jó, ha párosítanak bőrhámlasztó összetevővel. Hialuronsavat is magasan tartalmaz, van benne az általunk szeretett, és amit gyulladpattanásos bőr imád, az ugye természetesen csiganyál. Ez is magasan az összetevő listán található. Sok gyümölcs és gyógynövény kivonat, és továbbá aloe vera levélnek másfajta, tehát nem csak a víz kivonat, hanem maga a gél kivonat is koncentráltabban. Tehát több fajta kivonata, fermentálása található benne. Úgyhogy nagyon erősen érezhető rajta az aloe vera. Egyébként textúrára is, annak ellenére, hogy nagyon vizes állag, azért érzed azt a nagyon pici testességet és a hidratáltságot. Nagyon kellemes a használata, úgyhogy én maradok is ennél, mert nekem viszont pattanásos a bőröm, már nem miteszeres ugyan, mondjuk az azért is van, mert ugye megfelelően tisztítom az arcom, de ezt akár tinédzserek használhatják, olyan jó. Mivel inkább hidratálás a fókusza és a bőrnyugtatás, amellett, hogy ugye szalicilsavat is tartalmaz 0,5%-ban, hogy mondom, tisztítsa mélyen a pórusokat. Tehát ezt mindenképp ajánlom, mondom, akár a tinédzser gyermekeitek számára is megfelelő választás. Egyébként igen, ezt is mondtátok többen, úgyhogy most már arra is fogok külön videót készíteni, hogy tinédzsereknek, kamaszoknak, pubertás korban levőknek, szerencsétlenéknek, akik, én is voltam ott. Hatalmas gyulladtkelések voltak a fejemen, nekem a hormonok nagyon kihozták. Nagyon megszenvedtem. Itt is tele voltam gyulladtpattanással, itt is, amikor ez a 16-14 éves kor, úgyhogy higgyétek el, érzem a problémát, és hála Istennek korai termékek tudjuk, hogy tiszták, és gyengédek, hogy akár gyerekeken is használható, úgyhogy fogok külön videót csinálni, de amúgy ezt például lehet használni kamaszoknak. Jó, a következő termék, amit szeretnék kiemelni, az egy nagyon hatalmas kiszerelésű 80 milli. Nagyon meglepődtem. Inkább tápláló és bőrnyugtató szérum. És látjátok, ez is majd, hogy nem vizes állag. Ugye megmutatom a kézfejemen, de megmutatom itt a kézfejemen, hogy ugyan van egy testessége, és olyan, mintha olajat is tartalmazna,
De egy nagyon gyorsan beszívódó gél állag különben. Illatmentes, mindenmentes, mondom olajmentes is. De van benne nagyon sok gyümölcskivonat, ázsiai gázló. A likris root, az nem tudom, őszinte leszek magyarul, hogy micsoda, de az is nagyon jó vízmegkötő, hidratáló összetevő, de tápláló összetevők is vannak benne. Egy, nem mondanám, hogy lassan szívódik, de azért picit lassabban, mint egy általános gélállagú szérum, de mondom, szerintem leginkább azért, mert ebben nem csak hidratáló összetevők, hanem tápláló összetevők is vannak. Kellemes a használata, ezt inkább vagy száraz bőr, vagy száraz szenzitív bőrnek ajánlom, de mint mondtam, ez semmi más nem csinálta. Magas mennyiségben, vagy magas százalékban van benne ugye ázsiai gázló, meg a likrös rút, amit mondtam, egy ilyen gyökérkivonat, most nem tudom, hogy azt hogy hívják magyarul, ami kimondottan jó szenzitív bőrűeknek, tehát mondom, ez végül is csak tápláló és hidratáló szérum. Visszatérve a tinédzserekre például, hozzáteszem, nekik van jobb ötletem, mert nekik kell, hogy mást is tudjon egy ilyen szérum. És be is szívódott, mire elmondtam, hogy mit tud, vagy kiknek ajánlom. Tehát teljesen beszívódik, és érezhető. Azért nem azt mondom, hogy ez a legtápláltabb és leghidratáltabb. Tehát van ennél jobb, mondjuk nem ekkora kiszerelésben is, nem ezen az áron. Tehát árérték arányban ekkora mennyiségért szerintem egyébként egész jó. A következő egy érdekes termék. Azt se tudtam, hogy egyáltalán a Mizon csinál retinolos szérumot, ezek szerint igen. Én inkább a dobozát mutatom, mert visszaüti a fény, és nem látjátok. 5% niacinamide-ot tartalmaz, és 0,1%, tehát nagyon jó kezdőknek retinolt tartalmaz. Van a tipikus sárga színe és gél krémállag. Annak ellenére, hogy nagyon kellemes, vékony textúra, de mégis tápláló, nagyon, tényleg nagyon kellemes és jó érzetű, gazdag a bőrön, annak ellenére mondjuk nem annyira szagolható ki rajta, de ez tartalmaz etinolt, ami egy alkohol, ez ugye segíti a gyors beszívódást és az effektívebb beszívózást, tehát én értem, hogy miért akarták beletenni, de ugye én nem vagyok oda ezért az ötletért. Azonban, ha valakinek nem nagyon érzékeny alkoholra a bőre, vagy nem annyira száraz a bőre, ilyesmi, ez egy nagyon jó szérum. Mert végül is azért visszatáplál, olyan összetevők vannak benne, mindjárt felolvasom. Mint mondtam, 0,1% benne a retinol, és 5% niacinamide. De mi van még benne? Se a vaj van benne, ezért igen, ezért mondtam nektek, hogy gazdag érzetű és tápláló nagyon. Se a vajon kívül makadémia, fa, nem fa, magnak az olaja van benne. Van benne ugye szkölény, ahogy mondtam, de etanol. Jó kis, kb. Közepén van a listának, és ugye utána annyira jó összetevők jönnek megint csak, hogy aloe vera, koleszterol, hialuronsav, ezek mind a bőrvédő rétegét, keramidok, peptidek, tehát ezzel nagyon látványosan látni fogjátok a bőröregedés gátlást, és hogy feszesebb lesz a bőrötök, mert annyira jó összetevők vannak egyébként benne, hogy le a kalappal.
Tehát attól függetlenül, hogy üssekő van benne etanol, nem mondanám, hogy piros zászló ez a termék, sőt. Nekem nem okozott semmilyen irritációt, vagy ilyesmi, de még ha tartotok is attól, mert kezdők vagytok, és most fogjátok elkezdeni használni a retinolt először, akkor talán párosítsátok a kedvenc, új kedvenc szérumommal, a Skin Bano formárkától ezzel az ázsiai gázlóval, ez 100%-ig csak ázsiai gázló kivonatot tartalmaz, tehát ez a szérum, vagyis ampulla, mert ez ampulla, nagyon jó, hogy erősítse, vagy párosodjon más szérumokkal, kezelésekkel. Tehát ez egy erősebb szalicilsavval nagyon jóba lesz neked, egy retinollal, egy erős, magas C-vitaminnal jóba lesz neked. Tehát ez az ampulla, ez besegít, hogy a bőröd jobban vegye az akadályokat erős vagy magas koncentrációjú szérumokkal szemben, vagy termékekkel, kezelésekkel szemben. Említettem, hogy ha kettőt párosítjátok, akkor még ha lenne is hátulütője, hozzáteszem, nincs ennek a terméknek, akkor ő abban is segít, hogy semmilyen pirososság, irritáció, érzékenység ne lépjen fel, hogyha még csak most kezditek a retinol használatát. Hozzáteszem, ilyen sorrendbe vigyétek fel, mert ez vizesebb állag, ez vastagabb textúrájú termék, tehát először jön ez a szérum, vagyis ampulla, és utána ez a szérum. Ajándékdobozt kaptam, vagy szettet, hogy úgy mondjam, a Yes-Tie-tól, hogy mind a két szérumot kipróbálhassam nektek a Nineless márkától. Piacra dobtak egy 10% niacinamide szérumot, és egy 10% azelaic acid szérumot. Nem tudom, hogy fejezzem ki. Nagyon jók! Nagyon-nagyon jók! Kezdem akkor a 10%-os niacinamide szérummal. Kezdjük ott, hogy nézzétek meg a textúráját. Tehát annyira laza textúrája van, reggel este nyugodtan felvihetitek, C-vitamin tartalmaz. Ugye a 10% niacinamide. Mindjárt még elolvasom, mi van benne nektek. Bőrvilágosító, ugye a bőrnek a felületét is kezeli, tehát simább lesz tőle a bőrötök, egyenletesebb bőrfelületet csinál, póruskezelő, nagyon jó mindenre kb. Mind a két szérumot erősen ajánlom. Ha pont kerestek egy olyan niacinamide szérumot, ami magasabb, de csinál mást is, és mondjuk féltek a C-vitamintól, vagy nem akartok csak C-vitamin szérumot használni, vagy olajos bőrűek vagytok, nem akartok olyan textúrát, ami gazdag nappalra, akkor nagyon-nagyon elegáns és nagyon jó ez a szérum. Mind a kettő. És akkor ugye nem kell említenem, hogy bőrfeszesítő, öregedésgátló, 6 fajta peptid van benne. 6 fajta peptid. És 17 font. Nagyon jó áron van, azt hiszem 30 milli. Igen, és 30 milli mind a kettő szérum. Tehát... ha csak kipróbálni is, megéri. Tehát ajánlom nektek. A következőt, ami az azelaic acid, na most térjünk egy kicsit, hogy mi az azelaic acid, nem tudom a magyar megfelelőjét, viszont. Az azelaic acidnek is a bőrvilágosítása, funkciója vagy fókusza. Azonban ő nagyon gyengéden. Tehát ha valakinek... mondjuk egy kicsit nagyon érzékeny a bőre, lehet, hogy a 10% niacinamide soknak számít a bőrének, akkor ebben is van niacinamide. Mert már azért bizonyított, hogy 2% niacinamide-nál is látszódnak a bőrvilágosító eredmények.
Úgyhogy akkor az ebben is megtalálja, mert niacinamide is van benne, mondom 2%, van benne ugye a 10% ezeleik acid, ami szintén bőrvilágosító, pirososságot visz le, és gyulladás csökkentő, tehát ez kimondott pattanásos bőrre ajánlom. Van benne 100%-ra nem mondja, csak annyi, hogy mennyi mennyiség van, de csiganyál, ami szintén ugye gyógyítja a pattanást, fiatalság megőrző, hegesedésre nagyon jó, és pantenol, ami hidratáló, vízmegkötő összetevő. Megint csak eszméletlenül jó. És ugyanaz a vizes állag, mint a niacinamide-nál. De sokkal hidratáltabbnak és táplálóbbnak éreztem valami miatt, mint mondjuk ezt, akinek csak ez kéne, hogy a fókusza legyen. Nekik nem az, ezek kezelések is, ráadásul aktív, nem viccelnek a mennyiségekkel semmiből, tiszta, aktív fókusztermékek, én úgy hívom őket, hogy térjünk a tárgyra termékek, de mégis kellemesebb érzetű volt hosszú távon a bőrömön, szerettem felkenni, mint ezt. Ezt beszívta a bőröm, és még hiányzik valami, pedig ő állítólag hidratálás és táplálás fókuszú. Hasonló a két termék, bőrvilágosítás szempontjából, meg ugye a textúra szempontjából, hogy úgy textúra, hogy ugye gél állagú vizes textúra, de arcra levő textúrára is gondoltam, hogy hasonló a kettő, hogy ugyanúgy sima bőrfelületet is képez, mint a kettő, mert finoman ugye mind a kettő hámlaszt, mert a C-vitamin természetesen is hámlaszt, tehát ugye ő csinálja, és az azeleik acid, ugyan úgymond bőrhámlasztó összetevő, de nem. Azért nem, mert nem okoz irritációt úgy, mint egy bőrhámlasztó összetevő. Annak ellenére, hogy ő is bőrt hámlaszt, ha értitek, mire gondolok. És az utolsó termék nem lesz nektek újdonság, mert már nem sokkal a tesztelése után készítettem nektek videót. Ja, de azt még nem, lehet még nem tettem láthatóvá. Na mindegy, mert most én sok videót felveszek nektek, előre dolgozom, mivel Magyarországra is megyek haza 2 hetet a gyerekkel, plusz megyünk ugye nyaralni Korfura utána, tehát hogy legyen nektek sok videó, meg a szüleim is jönnek hozzánk ki meglátogatni, úgyhogy hogy legyen előre videó, azért mondom, hogy azért dolgozok előre, úgyhogy nem tudom, láttátok-e, úgyhogy inkább megmutatom még egyszer. Ez a Kény márkától egy 50 faktoros naptej, de mit tud? Izzadásálló. Tehát nagyon jó, ha sportoltok, és leizzadtok, vagy ugye tengerparti nyaraláson is izzadást álló ez a naptej. Úgyhogy én ezt a férjemen fogom használni. Már próbáltam ki magamon, csak mondom, hogy én nem vagyok annyira izzadós, tehát nem tudom nektek elmondani azt, hogy tényleg működik. Hozzáteszem, azért tudom, hogy tényleg működik, mert nagyon nagy port kavart, amikor piacra dobták, tényleg kipróbálták emberek, akik mondjuk teniszezni járnak, vagy golfozni, vagy valami, és tényleg izzadnak a sapkácskájuk alatt, és működött náluk a naptej. Úgyhogy én ezt a férjemen fogom használni, mert ő viszont nekem nagyon izzadós kopasz, úgyhogy ez jó lesz a Korfu nyaralásunkra neki. Ha tetszett a videóm, és hasznosnak találtátok, és sokkal több hasznos videót szeretnétek még látni, ráadásul elsőként, akkor ne habozzatok. Iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra, klikkeljetek a kis csengőre, és akkor az mindig jelzi nektek, ha új videót töltök fel. Kövessetek Facebookon, Instagramon, TikTokon, mindenhol. Értesüljetek mindenről, amit csinálok, vagy feltöltök. És tudjátok, hogy minden egyes termék, amit megemlítek, mindig belinkelem nektek a videó alatt, tehát meg tudjátok találni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, sziasztok!